OG? Yeah. I'm OG, y'all new to the game. Sziasztok, olyan nap, olyan videó, kellemes reggel, kellemes délvét, kellemes délután, nem tudom mikor nézek, nem is az a lényeg. A lényeget már tudjátok, iratkozzatok, felkapcsoljatok kis csengőt, kis harangot, és ez mind ingyen van. Gyerekek, amíg le voltam tiltva, történt egy pár dolog, és most szeretnék reagálni az egyik dologra, ami az lenne, hogy a Romania Talent tehetségkutató az újraindult. Nem tudom, hányan tudjátok, hogy én utoljára, tehát voltam 2013-ban a Romania Talent, ahol az elődöntőbe kerültem, 2015-ben voltam a Hungary's Got Talentben, ahol ugyancsak elődöntőbe kerültem, majd 2016-ban újra meghívtak ide a Romania Got Talentbe, és gyerekek, ott én ráadásul egy Golden Bass, azaz arany gombot kaptam. De pentru care, dragă Gabi Orban, te duci direct în semifinală. Ami azt jelenti, hogy direktbe repültem a semifináléba, tehát az elődöntőbe. Szeretném megmutatni nektek most, hogy mi is volt igazából a Romania Talentbe. Ugye barátnőmmel voltam mindkét adásban, de hát ugye minden adásban barátnőmmel voltam, és Romániában valamiért, mikor az élősóba kerültem, valamiért nem tudtak elszakadni attól, hogy barátnővel legyen a következő cucc is, ugye, és Magyarországra is több ötletet vittem, de ott végül a Mad Max-es koncepciót fogadták el. Itt viszont mindenféleképpen azt szerették volna, hogy az élő adásból is valamit a barátnőmmel csináljak. Na, azt kell tudni, hogy ebben az időben volt egy videó YouTube-on, ahol egy cirkuszban ugyancsak egy lány meg egy fiú csinál egy-két dolgot, és mivel hogy ők azt, tehát ugye a műsornak a szerkesztői ezt az opciót választották, így inspirálódásul ebből egy pár dolgot kivettünk, de nagyon sok mindent hozzatettünk. Ugye egész jól sikerült, egy valami újat mutattam, látványos volt, jött volt a barátnőm, láthatjátok, egész magasról ráugrottam, körbe bringáztam, meg hát adtam újat hozzá, ugye volt egy pad is, amit majd mindjárt meg fogjátok látni, hogy miért mesélek így. És itt volt ez az egyik, ez a hídba átugrottam, hatalmi puszta vasára, és ugye hát a piros ruhát azt mindannyian láttuk, illetve a padot már mondtam, a padot amúgy én csináltattam, meg volt a padnak a dimenziója, milyen széles legyen a karfa, milyen széles legyen a hátlapja, meg minden. Illetve ugye a végére volt, az elején is úgy kezdődött, hogy egy rózsát hozok a számba, és a végén ugye a barátnőm ezt a rózsát azt elvette, és a bicikli kormányra ült, és így mentünk ki a stúdióból, vagy a képből, úgymond.
Ja, vagy valami ilyesmi. Standing ovation, mindenki felállt, mindenki megtapsolt, mindenki örvendett. Na, és ez volt 2016-ban. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy most 2021-ben egy versenyző, nem szeretném mondani a nevét, ugye ismerjük, az egyik legnagyobb konkurenciám. És milyen véletlen, hogy ő is úgy döntött, hogy a Romania Talentben benevez. Ezzel még nem is lenne semmi gondom. De tényleg, nem vagyok irigy vagy ilyesmi. Viszont, ami megint egy kicsit így nekem rosszul esett, az az volt, hogy... De bevágom megint. Nézzétek meg! Valami újat kellene mutatni, gyerekek, mert... Hát nem tudom, mit mondjak. A lány piros ruhába, a rózsa szájba hozva, vagy akármi, de ugye hozza itt is a rózsát, a lány elutasítja. Hát, nem lehet mondani róla, hogy egyedi. Illetve ugyanúgy átugrott a hídba a lányt, mint én, hogy átugrottam. Illetve micsoda véletlen, hogy a lány ruhája is pont piros. De hát értitek, és nem tudom, hogy a háttérben látjátok-e, észreveszitek-e a padot, amit sikerült átfesteniük. Azon kívül nem sokat sikerült hozzatenni. És mikor ezt kiírtam a Romania Talent hivatalos oldalára is, akkor a csáó rám írt, hogy nem is igaz, mert én loptam először, és ő csak utána, és nem tudom mi. Tehát egy dolog, hogyha valamit lemásolsz, és egy másik dolog az, hogyha valamiből inspirálódsz. Ismerős a pad számotokra is, ugye? Hasonló pozíció volt a barátnőm is. De hát amíg én voltam az első, azon a színpadon, az a zsűri előtt, piros lányjal, paddal, piros rózsával, hidugrással, addig szerintem nem lehet azt mondani rám, hogy valakiről valamit másolok. De hát, na. Úgyhogy... Nem tudom, hogy mi esik rosszabbul igazából, hogy ilyen szinten lemásoltak, vagy az, hogy ugyanezen a színpadon, ugyanez a zsűri előtt léptek fel, és ugyanazok a producerek, és mindenki tényleg úgy csinált, hogy mintha még ilyet nem láttak volna. Még ki is volt írva, hogy Asacheva Noamaiva Zuddát, hogy még ilyet nem láttunk. Hát tényleg? Akkor jó rövid a memóriátok, nem tudom, szívtok vagy valami, mert ugye 2016-ban hát nagyjából ugyanezt adtam elő, úgyhogy hát nem tudom. Valamilyen szinten jól is esik, hogy 6 év alatt semmi újat nem tudnak mutatni, inkább megcsinálják még egyszer ugyanazt, amit én csináltam. Viszont azért úgy gondolom, hogy 6 év alatt lehetett volna idejük kitalálni valamit. Na, kíváncsi vagyok én, hogy ugye itt megkapta a fiú is a 4 igent, mert most már 4 zsűri van. Megkapta a 4 igent, és kíváncsi vagyok, hogy az élő showba be fog-e jutni, illetve hogyha be fog jutni az élő showba, akkor mit fog majd mutatni? Csak nem a Mad Max-et, vagy valamelyik olyan fellépésemet, amit már évekkel ezelőtt megcsináltam. Na nem tudom, gyerekek, ti döntsétek el, azért a linkbe belinkelem nektek az én fellépésem is, és az ő fellépését is. Írjátok meg nekem ide a kommentben, hogy ti szerintetek mennyire volt ez másolás, mennyire volt egyforma, esetleg tudod hozzáadni újat vagy nem. Ami még érdekes volt, hogy a csávó azt mondta, hogy trial bike-ozik, ő is 10 éve. Hát ilyenkor az a helyzet, hogy a sportot az bike trialnak hívják, és egy ilyen nagy bajnoknak, ahogy ő előadja magát, azért illene minimum azt tudnia,
hogy mi a sportnak a neve, amit űz. Én igazából minden elismerésem és tisztelem a kitartásáért, meg az eredményeiért, de itt egy picit nagyon csalódtam benne is, és az adásba is, mert én, hogyha én lennék a producer ennek az egésznek, akkor biztos nem hagytam volna ezt ilyen szinten, ilyen módon megismétlődni a színpadon. Na, gyerekek, ennyi lett volna már ez a videó, remélem tetszett, ha tetszett, írjátok meg nekem, és ne felejtjétek el bekapcsolni a kis csengőt, kis harangot, iratkozzatok fel csatornámra. Mai napig az ment ide. Én Orbán Gabi voltam. Bíí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